Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola Óvoda tanévzáró ünnepségén főtisztelendő Bordás Péter plébános helyettes esperes urat, a Szent Háromság Római Katolikus Plébánia képviselőtestületének megjelent tagjait, dr. Juhász Enikő polgármesterasszonyt, Kocsis Erzsébet igazgatóasszonyt, a tagintézmények vezetőit, munkatársait, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának jelenlévő képviselőit, Szalontai Lászlónét, a Katolikus Caritas vezetőjét, és sok szeretettel köszöntöm iskolánk tanulóit, szüleiket, a kollégákat és a technikai munkatársakat. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy álljon fel és énekeljük el közösen a himnuszt. Fogadják szeretettel tanulóink ünnepélyes tanévzáró műsorát. Először hallgassák meg Mezei Henriett, a 9. C osztályos tanulót, aki Reményik Sándor versét mondja el. Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Azután megfeszített körömszakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlőcéből nincsen. Nincsen menekvés. S akkor magától megnyílik az ég, egy, mely nem tárult ki átokra, imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. S akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled. S olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Most Kovács Linda, 9. B osztályos tanuló adja elő Chopin E-moll preludjét.
Pap Olivér 9. B osztályos tanuló Turmezei Erzsébet költeményét szavalja el. Turmezei Erzsébet, a harmadik. Valamit kérnék tőled, megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, mást súg az ész, valami mégis azt kívánja. Nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat, valakiért még egyet kellene, de tested, véred lázad. Majd máskor nyugtat az ész, s a jog józanságra int, de egy szelídebb hang azt súgja megint. Tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved. Az ész is azt súgja, minek. S a szelíd hang újra halkan kérlel, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne, lehet, elégnél hamar esztelenség volna, de a szíved békességről dalolna. S míg elveszítenéd, bizony megtalálnád életed. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet. Végül hallgassák meg iskolánk énekkarát Valdek Nóra tanárnő vezetésében. Kérem Kocsis Erzsébet igazgatóasszony, tartsa meg ünnepi beszédét. Főtisztelendő atya, tisztelt polgármesterasszony, tisztelt vendégeink, szülők, kollégák, kedves diákok! Ismét eltelt egy tanév, tanulóink egy évvel idősebbek, okosabbak lettek,
s mi pedagógusok egy évvel bölcsebbek talán. Visszatekintve az elmúlt tanévre, elmondhatjuk, hogy sikerekkel és kudarcokkal tarkított munkás tanév áll mögöttünk. S hogy több volt a siker, mint a kudarc, azt a mellettem álló könyvek és oklevelek mennyisége is jelzi. Sokan dolgoztunk azon, hogy gyermekeink az óvodától a gimnáziumig megfelelően fejlődjenek, épüljenek, testileg, szellemileg és lélekben egyaránt. Mint az évnyitón elmondtam, igyekeztünk minél egységesebbé válni, és gyermekeinknek megfelelő tudást és erkölcsöt átadni. S hogy hányan is tettük mindezt? Néhány sokat mondó adat. Több mint 700 gyermek számára 72 pedagógus, 12 óraadó tanár, valamint közel 30 nevelő oktató munkát segítő kolléga, iskolatitkárok, gazdaságisok, technikai dolgozók segítették a munkát. Ebben a tanévben a támokos pályázatunk segítségével megtapasztalhattuk az innovatív oktatás előnyeit. Táborok, bajnokságok, nyelvi vetélkedők, egészségnap alkalmával, hogy csak néhány tevékenységet emeljek ki, a részletezést meghagyom a gimnáziumért felelős Szabó Justina intézményegység vezető asszonynak. Egy dologra azonban szeretném a kedves szülők figyelmét is felhívni, ezekről az eseményekről DVD-k készültek, a Miklós TV-ben is láthattak jó néhány adást. Kérjék az osztályfőnököktől szülői értekezlet alkalmával, a diákok pedig osztályfőnöki órákon ezeket a DVD-ket, azt hiszem kellemes lesz ezeket az emlékeket a jövő tanévben is felidézni. A tanév végén elbúcsúztattuk nagycsoportos óvodásainkat, elballagtak 8. és 12. osztályos tanulóink, sőt, utóbbiak már le is érettségiztek, gratulálok a sikeres érettségit tevő diákoknak és szüleiknek. Kedves diákok, töltsétek hasznosan a nyarat, pihenjetek, hogy szeptemberben újult erővel és még több sikerrel folytathassátok tanulmányaitokat. Tisztelt szülők! Iskolánkban programjaink a nyári szünetben is folytatódnak, jó néhány táborra sor kerül. Kérem önöket, hogy segítsenek abban, hogy az utolsó pillanatban indokolatlanul egy gyermek sem mondja le a részvételt, hiszen ezzel igen nehéz helyzetbe hozza társait, a szervezőket egyaránt. Ez a tábor nagyon nagy lehetőség minden gyermeknek, s valójában számukra ingyenes, de ezt a pályázat finanszírozza. Önöknek is kívánok jó nyarat, használják ki, hogy gyermekeik többet lesznek otthon, mint a névközben, beszélgessenek, töltsenek együtt több időt, hiszen a család és a családtagok egymás iránti szeretete a legfontosabb kincs. Végül szeretném megköszönni egész éves munkájukat lelki vezetőinknek, plébános úrnak és káplán úrnak. Káplán úrtól egyben búcsúzunk is, hiszen tudjuk már, hogy szeptemberben nem itt folytatja hivatását. További életére és hivatására kérem Isten áldását. Köszönöm a figyelmet. Felkérem dr. Juhász Enikő polgármester asszonyt, a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulóknak adja át az általa felajánlott könyvjutalmakat, melyeket ezúton is köszönünk szépen. Kegyel Gergő tanulónak a Kálti Márk országos történelem versenyen elért kiemelkedő eredményéért. Annus Virág Veronika tanulónak kiemelkedő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Csabai Regina Réka tanulónak kiemelkedő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Fehér Fanni tanulónak kiemelkedő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért.
Sajti Marianna Adrián tanulónak kiemelkedő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Radó Levente tanulónak kiemelkedő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Szabó Patrik tanulónak kiemelkedő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Vona Dóra tanulónak kiemelkedő tanulmányi eredményéért, sporttevékenységéért és példamutató magatartásáért. A további könyvjutalmak átadására felkérem Kocsis Erzsébet igazgatóasszonyt. Tasi Tamás tanulónak kiemelkedő tanulmány eredményéért és példamutató magatartásáért. Erdei Viktor tanulónak kiemelkedő tanulmány eredményéért és példamutató magatartásáért. Bódi András tanulónak kiemelkedő tanulmány eredményéért és példamutató magatartásáért. Hajman Viktor tanulónak kiemelkedő tanulmányi munkájáért. Tóth Viktória Liliana tanulónak kiemelkedő tanulmányi eredményéért, sporttevékenységéért és példamutató magatartásáért. Csabai Nóra Klaudia tanulónak kiemelkedő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért és példamutató magatartásáért. Bisóf Anna tanulónak kiemelkedő tanulmányi eredményéért, versenyeken való részvételéért és példamutató magatartásáért. Király Jászmin Noémi tanulónak kiemelkedő tanulmányi eredményéért, versenyeken való részvételéért és példamutató magatartásáért. Orosz Kata tanulónak kiemelkedő közösségi munkájáért és versenyeken való szerepléséért. Balogh Brigitta tanulónak kiemelkedő közösségi munkájáért és versenyeken való szerepléséért. Kubicsek Adrián tanulónak kiemelkedő közösségi munkájáért és versenyeken való szerepléséért. Gál Réka tanulónak kiemelkedő közösségi munkájáért és versenyeken való szerepléséért. Rácz Renáta tanulónak kiemelkedő közösségi munkájáért és sporttevékenységéért. Jámbor Henriett Kinga tanulónak kiemelkedő közösségi munkájáért és sporttevékenységéért. Mezei Henrietta Tímea tanulónak kiemelkedő közösségi tevékenységéért és jó tanulmányi munkájáért.
Buru Ágnes tanulónak kiemelkedő közösségi munkájáért. Pap Nikoletta Bianca tanulónak kiemelkedő tanulmányi munkájáért és példás magatartásáért. Kovács Krisztián tanulónak jó tanulmányi munkájáért, közösségi és sporttevékenységéért. És oklevelet adunk át az év sportolójának, György János tanulónak. A Keresztény Értelmiségek Szövetsége helyi csoportjának jelenlévő képviselőit felkérem, hogy adja át az általuk felajánlott könyvjutalmat Annus Virág Veronika 11. A-osztályos tanulónak kiemelkedő tanulmány és közösségi munkájáért. Most pedig felkérem Szabó Justina intézményegységvezetőt, zárja be az 2013-as, 2014-es tanévet. Tisztelt vendégek, kedves diákok, pedagógusok! A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium általános iskola óvoda a 2013-14-es tanévben is összetett intézményként működött. A gimnáziumban a tanév folyamán 17 osztályban 375 diák tanult. Különböző tagozatok működtek, amelyek biztosították a tanulók számára, hogy a lehetőségeket kihasználva gyarapíthassák az ismereteiket. Ilyen a 8 évfolyamos komplex tehetséggondozó program, amely az idei tanévben 5 évfolyamon működött már. Ezekben az osztályokban a tanulmányi átlag 4 egész fölött volt, meghaladva az iskolai tanulmányi átlagot. A hagyományos 4 évfolyamos gimnáziumi képzésben emelt angol, emelt matematika, illetve emelt természettudományos program működött. Fontos képzési terület az iskolánkban a 4 évfolyamos közrendvédelmi és az 5 évfolyamos Arany János kollégiumi program is. Az idei tanév igen sok feladatot hozott a diákok és a tanárok számára egyaránt. Természetesen nagyon sok élményt és új ismereteket is jelentettek ezek a tevékenységek. Két támokos pályázat keretében koncertlátogatásokon, egészségnapokon és számos szabadidős tevékenységekben vehettünk részt tanárok, diákok egyaránt. Már a tanév alatt megkezdődtek a nyelvi, öko és sporttáborok, és a nyár folyamán szinte minden tanuló eljuthat egy-egy táborba. Az iskolai év alatt több jelentős esemény is zajlott iskolánkban. Kiemelném ezek közül a Bercsény Napok programját, amelyen a Ki mit tud keretében fellépő diákjaink megmutathatták, milyen sokrétű tehetséggel rendelkeznek. Számos verseny megrendezésére is sor került, illetve tanulóink országos, megyei és más iskolák által rendezett versenyeken is részt vettek. A legjobb eredményeket itt a tanévzáró ünnepségen jutalmaztuk, de ezen kívül is sok szép eredmény született. Különleges szín volt iskolánkban a Bercsényi TV, amely színes és tartalmas műsoraival tájékoztatja iskolánk tanulóit és pedagógusait.
A hitélet elmélyítésének segítésére iskolánkban ebben a tanévben kétszer megrendeztük lelki napot. A sok program mellett természetesen a tanulási folyamat biztosítása továbbra is meghatározó szerepet játszik iskolánkban. Az intézmény legfontosabb célja, hogy biztosítsa az érettségi megszerzését, illetve a továbbtanulás lehetőségét tanulóinknak. Az idei tanévben is az érettségiken adtak számot a végzősök a tudásukról. Három vizsgacsoportban 74 tanuló vizsgázott. Nagyon szép eredmények is születtek. Az emelt szintű érettségiken is továbbtanulást biztosító, eredményes vizsgát tettek a diákok. Persze ilyenkor tanév végén már mindenki a szünetet várja, hogy kipihenhesse a tanév fáradalmait. Néhány diák kivételével, akik az augusztusi pótvizsgára majd készülnek, elérkezett a kikapcsolódás és a feltöltődés ideje. Én mindenki számára kívánok tartalmas és érdekes nyári szünetet. Pihenjétek ki magatokat, hogy ősszel újult erővel még sikeresebb tanév kezdődhessen el számotokra. Ezzel a jó kívánsággal együtt a 2013-14-es tanévet bezárom. Dicséretessék a Jézus Krisztus! Örülök neki, hogy a legnagyobb taps ezt az utolsó mondatot követte. Mi is ezt vártuk. És hogy még van türelmetek, akkor én is egy néhány gondolattal ezt a nagyon sok bölcsességet, amit hallottunk, megtordom. Az első, amit a legutóbbi vasárnapi Újember újságban is olvashattak, akik járatják, a nagyhírű budapesti Patróna gimnázium évzáróján hangzott el az igazgató asszony beszédében egy történet. Egy éjszaka betörtek egy ékszerboltba, és a tolvajok nem vittek el semmit, hanem az árcédulákat kicserélték. Az értékes ékszerekhez a bizsú árakat, a bizsukhoz pedig az értékes áruk árait tették. Másnap kinyitott a bolt, senki semmit nem vett észre, zajlott az üzlet, és az emberek megvették az értékeset olcsón, az értéktelen pedig drágán. Mit mond ez a történet? Nem csak erre a nyárra, az egész életre vonatkozik. Gyermeknek, felnőttnek, papnak, hívőnek, de talán még a nem vallásos embereknek is, hogy keresd az értéket. Ne az árat nézd, hanem az igazi értéket, amelyet e világ is fölkínál, de ahogy a versekben is hallottuk, az a harmadik van mögötte, vagy az, aki éppen hallgat. Ez pedig nem más, mint akinek mindent köszönhetünk, a teremtő, megváltó, gondviselő Isten. Ő mindig mellettünk áll, mindig kész, hogy segítséget nyújtson. Ha mi fölismerjük, megfogjuk kezét, akkor megtaláljuk az értéket is. Ebben kimagasló, és ez a második gondolat, a mai nap szentje, Szent László király, akiről tudjuk, hogy rövid uralkodása alatt nagyobb dolgokat cselekedett, mint ország alapító István királyunk, mert a kereszténységet ő szilárdította meg, szigorú törvényt hozott, amit a mai világ talán megítél, de abban a korban nagy szükség volt rá, s lehet, hogy a miénkbe is nagy szükség lenne rá. De nem az a legfontosabb, hogy milyen szigorú törvényt hozott, hanem azt, hogy első megtartója ő volt. S ahogy a történelem írói elmondják, hogy mindenkinél egy fejjel magasabb volt, nem csak a termetére vonatkozik, hanem még inkább az erkölcsi nagyságára. Erkölcseiben volt ő példakép akkor,
s példakép ma is, és állítsuk mi is őt, az apostoli szent királyt, Lászlót magunk elé, kérjük bátran segítségét, és tekintsünk föl az általa megtett útra, az ő általa felmutatott igaz értékekre, s elmondhatjuk sokakkal, ha neki, s mindazoknak, akik a szenteket követik, Isten útján járnak sikerült, akkor sikerülhet az nekünk is, sikerülhet bárkinek. S még két szentet állítok elünk, akik ezekben a napokban nagyon aktuálisak szintén, az apostol fejedelmeket, Szent Pétert és Szent Pált, akiknek ünnepére készülünk, vasárnap ünnepeljük őket, és mivel ebben a templomban vagyunk, nagyon fontos, hogy róluk megemlékezzünk, hiszen 101 esztendővel ezelőtt az akkori főpásztor ezen a napon szentelte föl ezt a templomot, ezt az Istenházát, hogy az apostol fejedelmek is védelmezzék Isten itt élő népét. Védelmezzenek minket is, és amikor belépünk ebbe a templomba, gondoljunk rájuk, legyünk mi is apostolok, legyünk apostoli királyok, hiszen a keresztség által erre kaptunk meghívást, prófétai, királyi, papi méltóságot. Ezekkel a gondolatokkal mondok köszönetet mindenkinek, diákoknak, pedagógusoknak, vendégeinknek, szüleiknek és mindazoknak, akik munkánkat segítették ebben az esztendőben, és arra a harmadikra is irányítsuk figyelmünket, akikről itt szó nem esett, de ebben az Istenházába, ebbe a közösségbe sokat állnak mögöttetek, sokat imádkoznak értetek, ők az egyházközség tagjai, akiket ti talán nem láttok, de imáikkal, áldozataikkal mindig mögöttetek vannak, és ez a lelki háttér, ha még nem is gondolod, nem is gondolsz rá, a legfontosabb az életedben. Így mondjunk most köszönetet a mindenhatónak mindenért, az Anya Szent Egyház legnagyobb hálaadó imádságával, a Te Deummal. Álljunk föl! Téged Isten dicsérünk, Téged Úrnak ismerünk, Téged örök Atya Isten, mind egész föld áld és tisztel, Téged minden szép angyal, kerubok és szeráfarok, ennek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, szent vagy, erős, nagyságoddal telve égsz föl, dicsőséged minden védőn. Téged dicsértegek, Uram, apostolok boldog haza, dicséretes nagy magasztalnak tégedet.
Az Atyát és a Fiút a Szent Lélekkel együtt. Könyörögjük, Istenünk minden ajándék Atya, hittel valljuk, hogy amik vagyunk és amink van, az mind tőled származik. Taníts meg minket, hogy felismerjük végtelen atyai jóságod ajándékait, és téged őszinte szívvel, minden erőnkből szeressük. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható és jóságos Isten, és töltse el szíveteket üdvöt adó bölcsességgel. Táplálja lelketeket hitünk igazságaival, és tegyen álhatatossá titeket a jó cselekedetekben. Irányítsa lépteiteket önmaga felé, és mutassa meg nektek a békesség és a szeretet útját. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok,
és maradjon veletek mindörökké. Végezetül énekeljük el a pápai himnuszt.